feltámadott a Krisztus. Feltámadott a Krisztus. Feltámadott a Krisztus. Feltámadt az Úr.
Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged, mert szívünk teljes bizonyosságával vallhatjuk, hogy feltámadtál és élsz. És köszönjük, hogy ez a tény életünket megváltoztatta. Van reménységünk, van bizonyosságunk, nem csak abban, hogy minden nap velünk vagy és támaszkodhatunk rád, őrzöd az életünket, hanem abban is, hogy mint aki megtörted a halált, örök életet szereztél nekünk. Dicsőség neked, Úr Jézus Krisztus. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Énekeljük Fekszik sírkő alatt kezdetű 111. énekünket. 111. énekünket énekeljük.
Egy verset hallgatunk meg dr. Szomor Erika részéről, azt követően pedig az ifjúság énekét. Örömhírmondó asszonyok! Krisztus feltámadt! Jézus él! Asszonyok ajkán szányra kél az angyaltól jövő drága hír. És száll a hír az üzenet, szárítgatja a könnyeket, vigasztalja a szíveket, szomorú árva szívüket. És a gyönge asszony lelkeket új tűz, új erő hatja át. Felismeri feladatát. Hirdetni a drága csodát, az élet és a halál urát. Szívükben örömtüze ég, viszik az Úr üzenetét, és ma hány ember várja még a feltámadás jó hírét? Bár arcunkon vagy szívünkön a szenvedés hagy mély nyomot. Húsvét napján legyünk mi is örömhírt mondó asszonyok. Kedves gyülekezet, olvassuk a húsvéti evangéliumot a Márk írása szerinti evangélium alapján a 16. fejezet első 8 verse szerint. Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetéből az első verstől kezdjük olvasni az igét. Az ige olvasását követően majd Kovács Tibor testvért kérem imádságra.
Amikor elmúlt a szombat, a Magdalai Mária és Mária a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk. Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. Íme ez az a hely, ahová őt tették. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Öröm ünnepen, mert öröm van a szívünkben, mert feltámadt a Krisztus. Köszönjük neked, hogy értünk is haltál, értünk feltámadtál, hogy örök életünk legyen. Hála neked érte. És áld meg életünket, hogy hadd tudjunk örökké hálát mondani mindenkor, minden tettedért, amit elvégeztél, értünk. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekart hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, karácsonyhoz és nagypéntekhez képest húsvét még inkább szélsőségesen megosztja a világot. Mert abban, hogy karácsonykor megszületett valaki Betlehemben, nem biztos, hogy mindenki hitre jut. Nem biztos, hogy mindenki úgy gondolja, hogy az Isten fia született meg. De abban való bizonyosságra eljuthat, hogy valaki megszületett, egy fontos személyiség, akire sokan figyeltek, aki tanítása alapján meghatározó még mind a mai világban is. Nagypéntek kapcsán nem biztos, hogy csak kétféle válasz létezik, hogy nem élt Jézus, nem halt meg, illetve a másik,
hogy meghalt, keresztre feszítették, és ő volt az Isten fia. Vannak köztes válaszok is, amelyek talán úgy gondolkodnak, Jézus élt, Jézus meghalt, de nem volt az Isten fia. Húsvéttal kapcsolatban nincs köztes vélekedés. Vagy leszületett a földre, mint Isten fia, meghalt az egész világ bűnéért, és győzelmesen föltámadt, vagy élt ugyan, de nem támad föl. És ezen a húsvét ünnepen is igazán ez a határvonal az emberek között. Feltámadt-e Jézus, vagy nem? A Márk írása szerinti evangélium a szemtanúk beszámolója alapján elvezet bennünket a történésekhez. És mint ahogy minden evangélium, arról beszél Márk is, hogy a feltámadás az készületlenül ért nagyon sokakat. És a feltámadás történetének különössége az, hogy azok, akik nem akarták elhinni, hogy Jézus feltámadt, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy Jézusról bebizonyítsák, hogy ő nem az Isten fia, ők számítottak arra, hogy húsvét reggelén valami történni fog. Ezért állítottak őröket a sírhoz, mert így szóltak, ez a csaló még életében megmondta, hogy fel fog támadni. Ezért készültek valamire. És húsvét nagyszerűsége, a feltámadás hír megerősítője, hogy pontosan azok nem készültek a feltámadásra, akiknek pedig készülni kellett volna. Nem készült rá Péter, nem készült rá János, nem készültek rá a tanítványok, nem készültek rá az asszonyok. Senki sem készült arra, hogy Jézus feltámadt, pedig annyiszor elmondta tanítványainak. Elmondta, ne féljetek, fel fogok támadni. És annyiszor elmondta tanítványainak, hogy ő majd emberek kezébe fog esni. Elmondta tanítványainak, hogy keresztre fogják őt feszíteni, ez mind beteljesedett. És mégis húsvét reggelén senki sem számít arra, hogy Jézus feltámadt. Ezek az asszonyok, akik korán reggel mennek a sírhoz, ők egy lezárt életműt jönnek gondozni. Már amennyire ezt még lehet. Ők nem gondolják, hogy nagypéntek folytatása húsvét. Ők a halott Jézushoz jönnek tiszteletüket tenni, és szeretetüket kifejezni. A Szentírás nagyon hangsúlyozni szeretné, hogy ezek az asszonyok a meghalt Jézus iránti szeretetükből végtisztességet jönnek tenni. Előre megvásárolják az illatos kenetet, és mihelyst a vallásuk lehetővé teszi a lehető leghamarabb, korán reggel, már ott vannak a sírnál, mert szeretik Jézust. És ez az asszonyok nem törődnek semmivel. Semmi olyannal, amivel az átlag embernek törődni kellene. Semmi olyannal, amivel a zsidó embereknek törődni kellene. Tudjuk a Szentírásból, és ez az újszövetségi kor idejében is érvényes, hogy a halottnak az érintése tisztátalanná teszi az embert. Legfeljebb a családtagok esetében van erre felmentés, de azután is tisztulási szertartáson kell keresztül menni.
És ezek az asszonyok, akik az Isten törvényét szeretik, áthágva a törvényeket, nem érdekli őket, mennek a sírbolthoz, mert a halott Krisztus meg szeretnék kenni. És ezek az asszonyok ahhoz a Krisztushoz mennek, aki nem szabályosan volt eltemetve. Ahhoz a Krisztushoz mennek, akinek a teste összetört, akit nagy sietséggel becsavartak lepedőkbe. Azt a véres, összevert testet úgy, ahogy volt, becsomagolták, és betették a sírba. Micsoda lelki erő, micsoda szeretet kell ahhoz, hogy a vallási tisztátalansággal nem törődve valaki oda menjen, és ezt a szeretett testet kigöngyölje, megkenje, és a halotti szertartásnak megfelelően tisztességet adjon neki. Vajon nem félnek az emlékektől? Nem félnek, hogy erőtelenek lesznek arra, hogy Jézust ilyen módon újból, még ha lehet, tiszteljék? Nem. Ezekben az asszonyokban valami különleges szeretet és ragaszkodás van Jézus iránt. Hogy ne lenne? Hiszen vannak közöttük, akiknek Jézus megbocsátotta a bűnét. Vannak közöttük, akiknek Jézus visszaadta az életét. A bűnös élete helyett egy újat adott. Hogy ne mennének? És ha talán nehezen értenénk meg ezeknek az asszonyoknak a ragaszkodását, gondoljunk arra, hogy ma is mennyire tud ragaszkodni az ember. Van egy ismerősöm, egy keresztény, élő hitű ember, aki már a 80. éve közelében van. Egy éve a feltámadás reményében temette el feleségét. Hisz az örök életben, tudja, hogy a felesége oda át van, de a szociális otthonból minden hétfőn átszállással 5 településen át elmegy a sírhoz, még egy év óta is, ott tölt egy órát, és aztán hazamegy. Ismét mondom. Hisz a feltámadásban. És tudja, hogy a felesége oda átvárja, de mégis ennyire ragaszkodik. Ezek az asszonyok nagyon szerették Jézust. Nagyon ragaszkodnak hozzá. És az előttük álló akadályokkal nem törődve, mégis elmentek. Az evangélista így írja le Péter apostol beszámolója alapján, hogy ezek az asszonyok, amikor mentek a sírhoz maguk között, arról beszélgettek, hogy vajon ki fogja nekünk elhengeríteni ezt a hatalmas követ. Milyen irracionális. Tudják, hogy nekik nincs hozzá erejük. Tudják, hogy nem számíthatnak senkire, mert nincsenek velük tanítványok. Tudják, hogy a katonák őrzik a sírt. S tudják, hogy azt a több mázsás követ, amelyet begördítettek a sír szája elé, jó néhány izmos ember tudja csak onnan elmozdítani. A kenetet megvásárolták, a szívük tele van szeretettel. Nem tudják, hogy a kő hogy fog elhengeredni. És erről nem is hallgatnak, megosztják a kétségeiket. És mégis elindulnak, és elmennek. És a mindenható Isten, aki feltámasztotta az egyszülött fiút, ő maga intézte azt, hogy a sír száján ne legyen kő. De hogy ez megtörtént, ezt csak azok tudják megtapasztalni, akik azzal a bizonyossággal, hogy nincs senkink, aki elhengerítse a követ, mert nincs emberünk, nincs erőnk hozzá. Ők mégis elindulnak,
és mégis elmennek. És a Jézus iránti szeretet, és a megmagyarázhatatlan hit az asszonyok életében azt eredményezi, hogy ők nem otthon tördelik a kezüket, és azt mondják majd, emberek segítségével talán valamikor kimegyünk. Nem látják az útnak a végét, de szívük szeretetével, hittel indulnak el. És ez a hit az asszonyok életében nem a Jézus feltámadásába vetett hit. Nem az angyallal való találkozásba vetett hit. Ez a hit megmagyarázhatatlan. Ez a hit arra elegendő, hogy a következő lépést látjuk. Az útnak a végét még nem látjuk. De elindulunk. És valaki majd gondot fog róla viselni. Kicsit olyan ez a hit, mint amilyen hite Ábrahámnak volt. Aki elindult Izsákkal, és mentek ketten együtt a Mória hegyére. Mentek áldozni. És egyszer azt kérdezi a fiú, a hosszú gyaloglás során, mikor már a szolgák sincsenek mellettük, csak ott van a fa, ott van az áldozathoz szükséges kellék. Atyám, minden itt van, de hol van az áldozat? És Ábrahám nehéz szívvel, de hittel azt feleli a fiának, hogy majd az Úr gondot visel. Nem tudja hogyan, de indul. És ahogy Ábrahám elindult, ahogy elindultak ezek az asszonyok, akik hittel elindulnak, azzal a fajta hittel, hogy Isten majd nyitja az ajtókat, azoknak az embereknek az életében bekövetkezik a megoldás. Mert rá fognak találni az üres sírra. Jézus feltámadt, mondja az evangéliumi híradás. És ahogy látjuk a történetben az asszonyokat, bemennek az üres sírboltba, és ott van nekik egy mennyei idegenvezetőjük, aki pontosan elmondja, hogy ők mit szeretnének, és azt is elmondja, hogy Jézus feltámadt. Azt mondják azok, akik őrséget állítottak a sír elé, hogy ellopták a tanítványok Jézust. Nem lopták el. Az asszonyoknak eszébe sem jut, hiszen megmutatják nekik a lepleket. Vajon mi oka lett volna, ha ellopták volna Jézust a tanítványoknak kigönnyölni a leplekből a holttestet? Mi okuk lett volna arra, hogy ők is tisztátalanok legyenek, és ezt a véres, tönkrevert testet cipeljék el valahova a gyolcsok nélkül? Lehetetlen. A leplek azért vannak ott, és a sír azért üres, mert Jézus feltámadt. És az üres sír és a leplek többek között a tárgyi bizonyítékai annak, hogy Jézus feltámadt. De kedves gyülekezet, az evangélium nem erre épül. Nem az üres sír tényére és a leplekre épül. Elmehet ma valaki Jeruzsálembe, kiválaszthatja a két alternatív sírhely közül a díszes, illetve a csak lekuporodva, megközelíthető, sziklába vált sírhely közül, hogy melyik az igazi. Milliók járták már meg az egyiket is, és a másikat is. Tárgyi bizonyíték. Ki tudja, mennyien nézték már meg, ha tényleg bizonyíték azt a bizonyos halotti leplet? Mennyien olvasták el azt a számtalan bizonyítékot, amely azt mondja, hogy ez a lepel Jézusé? Lehet, hogy Jézusé. De tárgyi bizonyítékok nem elegendőek arra, hogy valaki ezek alapján azt mondja, Jézus feltámadt. Mert nem ezekre alapszik a feltámadt hit. A feltámadás hit az asszonyok életében is arra alapszik,
hogy találkoztak Jézussal. Mert akármennyire furcsa és érthetetlen, az asszonyok azt találják, hogy a kő nincs ott, valaki elhengerítette, találkoznak a mennyei lénnyel, látják az üres sírt, látják az lepleket, hallják a hangokat, hallják az üzenetet, hogy Jézus ezt üzeni nektek. Kijönnek a sírból, elszaladnak, és nem zászlóvivő keresztények lesznek, akik teljes bizonyossággal mondják mindenkinek, hogy tudjátok, Jézus feltámadt. Nem! A megdöbbenéstől szédelgő, hitetlen asszonyok lesznek, akiket a tárgyi bizonyítékok nem győztek meg afelől, hogy Jézus feltámadt. Feltámadt Jézus. De honnan tudjuk, hogy föltámadt? Onnan, hogy találkoztunk vele. Hogy mindenki, aki körünkben itt van, és vallja, hogy Jézus feltámadt, ő onnan tudja, mert Jézus személyesen megszólította őt. Onnan tudja, mert Jézus megbocsátotta a bűneit. Onnan tudja, mert Jézus vele van. Onnan tudja, mert Jézus az örök élet reménységét beírta a szívébe. Történeti tény, hogy üres a sír, de személyes valóság a feltámadás hitről akkor született meg az én szívemben is, amikor találkoztam Jézussal. És lehet ma is találkozni vele, mert a feltámadt élő Krisztus mindenkit meg szeretne ajándékozni bőrszínre, kulturális helyzetre való tekintet nélkül, ideológiákra való tekintet nélkül, hogy ő él és feltámadt, mert azért jött, hogy az embereknek ezt a reménységet odaadja, mert a világnak nincs más reménysége, csak a feltámadt Jézus és a vele való élő közösség. Ez teszi rendbe a múltunkat, ez ad békességet a jelenben, az életünkben, és ez ad nekünk igaz reménységet. És kedves gyülekezet, ezeknek az asszonyoknak a ragaszkodása Krisztushoz, az indulása, annak ellenére, hogy a kő az még ott volt, és nem tudták, hogy hogyan fog elhengeredni, ma is minden ember számára példa. Példa, hogyha nem látjuk is még az út, nem is látjuk még az útnak a végét, induljunk. Ne a kezünket tördeljük. Ne az érveket csoroljuk, hogy szeretnék valamit, de ott vannak az akadályok, hanem induljunk. És a következő lépést mindig elő fogja készíteni a feltámadt Jézus, és el fog bennünket vezetni a célhoz. Vannak emberek, akiknek az életében nincs még meg a feltámadás hit. Van hit, de ez nem teljes. Nem bizonyosság. Mennyien vannak, akik megtanulták hitoktatás kapcsán, vasárnapiskolában, megtanulták a nagymamától, aki elvitte őket a templomban, hogy Jézus feltámadt. El is mondták. Talán hitvallásként úgy, ami a szívükben még nem volt teljesen igaz, bizonyos életkorukban mások előtt is elmondták. De nincs bennük az élő bizonyosság, hogy Jézus feltámadt. És közülük sokan irigylik a nagymamákat, irigylik az ősöket, irigylik azokat, akik egy régi világban ki tudták mondani, hogy Jézus feltámadt, irigylik azokat, akiknek az életén ez meg is látszott, hogy Jézus feltámadt. És aztán tördelik a kezüket, és azt mondják, szeretnék, de sajnos én nem tudok hinni. És meg is tudják nevezni azt a hatalmas sziklát, amely akadály az életükben a hit útján. Akadály az, amit hallok, az, amit ismerek. Akadály a környezetemnek a befolyása,
akadály az, hogy olyan típusú ember vagyok, hogy csak azt hiszem, amit látok. Akadály a sok-sok rossz példa, és ki tudja, mi még. És lecövekelnek. És talán ilyenkor, ünnepkor, vagy amikor a régiekre emlékeznek, felsóhajtanak, hogy jó lenne hinni. De nem tudnak tovább jutni. És az asszonyoknak a példája azt üzeni, ma is azt üzeni mindenkinek, hogy induljunk. És ha elindulunk, nem tudjuk, hogy milyen módon, nem tudjuk, hogy kiknek a segítségével, hol lép elünk egy mennyei hírnök, hol jelenik meg előttünk egy bizonyságtétel, hol, hogyan fog bennünket megszólítani Isten. De ha elindulunk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy ott van a kő, és számunkra lehetetlen, hogy a kő elhengerüljön, ha elindulunk, a hit útján előrelépünk, és győzelmünk lesz. És az a csoda sok-sok emberrel megtörténik, megtörtént ma is, és köztünk is vannak olyanok, akiknek az életében megtörtént az a csoda, hogy soha nem hallottak az életükben igazán Krisztusról. Soha nem érdekelte őket. Számukra lehetetlen volt, hogy higgyenek, nem csak, hogy Jézus Krisztusban, hanem talán még az élő Istenben is. És aztán valahogy, valaminek, valakinek az indítására megtették az első lépéseket. És aztán, ahogy léptek előre, ahogy egyre közeledtek Krisztushoz, mindig azt látták, hogy egyik ajtó nyílik a másik után, és végül eljutottak a feltámadt Krisztussal való találkozásig. Vannak, akiknek az életéből hiányzik a reménység. Az a fajta bizonyosság, hogy Isten velem lesz, hogy megáldja az életemet, hogy a próbákban meg fog engem őrizni, hogy nem fog engem elhagyni. Van, akiknek az életéből hiányzik az örök életnek a reménysége. A halál utáni életről szóló bizonyosság nincs ott a szívükben. Az asszonyok példája arra sarkal mindenkit, akinek hiányzik az életéből a reménység, hogy induljon. Imádkozzék annyi hittel, amennyi neki van. Imádkozzék, keresse Istent, annyi valamennyi van, és aztán a mindenható Isten tovább fogja őt vezetni. És bizonyságtételek sora beszél arról, friss bizonyságtételek sora, hogy remény nélkül élő emberek egyszer csak elindultak, megtették a maguk kicsinke kis lépéseit, és ki hosszabb, ki rövidebb idő alatt. Eljutott a feltámadt Krisztussal való találkozásig, és ma ott van a szívében az az oldhatatlan reménység, hogy Jézus él, és örök életem van. És vannak, akiknek az útjában sziklák vannak, mert az élet különböző viszonyaiban nincs erejük szeretni. Akarnák ezt, nagyon vágynak rá, de nem tudnak. És csüggett kézzel, megfáradtan azt mondják, nem tudok szeretni. Nincs, aki segítsen rajtam, mert hát én is ember vagyok. És annyi nyomorúság és teher vesz körül. Nincs rá lehetőségem. És aki nem tudja még, hogy a Jézus vérében mindenre van elő.
aki nem tudja, hogy ő átváltoztatja az ember életét feltámadt úrként. És olyan szeretettel tölt meg, amely szeretet előtt nincs akadály. Azt talán keserűen, belefáradva az életbe, csak ezt mondja, ki fogja elhengeríteni nekem a követ. De aki nagyon picinke hittel, de nagyon picinkével, olyan, mint a pislogó gyertyabél, vagy a megtört nád a próféta szavai szerint, mégis elindul. Csak arra van ereje, hogy összetegye a kezét, és fohászkodjon az élő Istenhez, hogy Uram, életutamon adj megoldást. Add, hogy ezek a kövek eltakarítassanak az Úrból, mert én nem tudom, hogy. Aki elindul, akár korán hajnalban, akár délben, akár már csak este van neki erre megfelelő indítatása, mert évtizedeket kihagyott abban a hamis bizonyosságban, hogy a köveket senki sem tudja elhengeríteni. Aki elindul, az meg fogja tapasztalni, hogy a kő nem lesz ott az úton. És minél inkább halad előre, egyre inkább látja, hogy az út elkészült, és lehet találkozni először vagy újból a feltámadt Krisztussal. És a vele való találkozás, az élő hit, a megújult reménység megtölti az ember szívét igazi szeretettel. És az az adomány, amely Istentől száll alá, amely tőle kapható tökéletesen, és amely az ember életét igazán üdvösségessé tesz itt a földön, a hit, a remény és a szeretet, az mindenki számára el van készítve. A mennyei minőségű hit, remény és szeretet. De csak azoké lesz, akik a reménytelenség, a hitetlenség, a leterheltség ellenére is indulnak, akik kicsiny hittel, de elindulnak, az övék lesz. Kedves gyülekezet, húsvét, a húsvéti hit megosztja az emberiséget. Mert vagy igen, vagy nem. De ez nem csupán egy vallásos fogalom. Mert a húsvéti hit, hogy Jézus feltámadt, az az embernek a jövőjéről szól. Mert mindazok, akik nem jutottak még el a feltámadás bizonyosságáig, akik nem találkoztak Jézussal, álmodozhatnak az élet végéről és az utána levő korszakról, bebiztosíthatják az életüket, sok mindenre szert tehetnek itt ezen a földön, de nincs jövőjük. Azok, akik eljutottak kegyelemből arra a bizonyosságra, hogy Jézus feltámadt, hogy él, azoknak van jövőjük. És azoknak mind az ünnepeik, mind a hétköznapjaik abban az összefüggésben látszanak, hogy nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Akinek van hite, annak boldog a mája, és reménységgel teli a jövője. Kedves gyülekezet, dicsőség Istennek, ha bizonyosak vagyunk afelől, hogy Jézus feltámadt. És ha valaki nem bizonyos efelől, az út elkészült. A szikla nem lesz ott a következő lépésnél. Induljon, mert a bizonyosság mindenkié lehet. Mindenki egyformán lehet, és mindenkinek az életében ugyanaz lesz a következménye. Öröm, békesség és Krisztusban jövőkép. Amen. Az énekart hallgatjuk meg.
Kedves gyülekezet, hajtsuk meg fejünket és szívünket imádságra. Szólítsuk meg a feltámadt Jézus Krisztust, akár azzal a bizonyossággal, hogy ő él, és az én Uram, akár úgy, hogy már megvannak a kenetek, és elindultam, bár nem tudom, hogy fogok célba érni, akár úgy, hogy kenetet már megvettem, de még nincs elég erőm indulni, vagy akár úgy is, hogy még meg sem vásároltam a keneteket. És imádságaink kezdődhetnek úgy is, hogy én Uram és én Istenem, és úgy is, hogyha feltámadtál, akkor, és úgy is, hogyha létezel. Mindháromféle módon kezdődhetnek az imádságok, és mindhármat meg fogja hallgatni. Hajtsuk meg fejünket, csendben imádkozzunk, majd hangos imádsággal zárom le az ima közösséget, és aztán elmondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te élsz és uralkodsz. Mindenütt jelen vagy ezen a világon, itt is, most is, szíveket, veséket vizsgáló Úrként, aki mindent tudsz rólunk, aki ismered vágyainkat, ismered hozzád való viszonyainkat, és ismered a terheinket. Ismered azokat a tényezőket, amelyeket sziklának látunk az életünkben, amelyet talán úgy gondolunk, hogy elháríthatatlan akadály. És köszönjük, hogy Te nem csak itt vagy, hanem hallod és meghallgatod imádságainkat. Add, hogy közösségünk legyen veled, közösségünk egymással, abban a boldog bizonyosságban, hogy élő, feltámadt Urunk van. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az igehallgató gyülekezetet. Áldott ünneplést kívánok mindenkinek, és a feltámadt Krisztussal való közösségnek az örömét. Köszöntöm szeretettel vendégeinket, akik talán először vannak még itt imaházunkban. Köszöntöm azokat, akik gyakran megfordulnak, de vendégek most körünkben. Köszöntjük a gyógyuló betegeinket, és imádkozzunk azokért, akik súlyos betegek, akik várnak a szabadításra. Akik itt lent ülnek, azok látták, hogy Mihály Mátyás testvért ki kellett most segíteni, mert rosszul lett. Ő érte is imádkozzunk, és nagypénteken említettem Hegyi András testvérnek a feleségét, aki súlyos betegen fekszik kórházba, ő is kéri, hogy imádkozzunk érte. A további hirdetéseket szeretném elmondani. Ma délután 5 órakor lesz újból Isten tiszteletünk, amelyre mindenkit várunk szeretettel, és a húsvét ünneplésünket itt az imaházban holnap délelőtt a 10 órakor kezdődő Isten tisztelettel zárjuk, amelyen Ricsovényi
Róbert testvér fogja hirdetni az igét. A ránk következendő héten a csütörtöki alkalmunk elmarad. A következő vasárnapot szeretném hirdetni, amelyen délelőtt úrvacsorai alkalmunk lesz, és azt követően pedig gyülekezeti tagfelvétel. A délutáni istentiszteleten pedig majd Nagy Gergely testvér hirdeti az igét. Április második vasárnapján a délelőtti istentiszteletet követően szintén tagfelvételi tanácskozásra kerül sor. És a gyülekezet figyelmébe ajánlom április 21-ét, amikor bemerítési istentiszteletet tartunk, Hegyi András testvér fog délelőtt prédikálni, délután pedig Kelédi Márton testvér, illetve április 28-át, amikor a bemerítési istentiszteleten Hegyi László testvér fog délelőtt és délután pedig Kádár András testvér prédikálni. Ezek az alkalmak, a bemerítések arról tesznek tanúságot, hogy Krisztus meghalt és feltámadt. És mindazok, akik a bemerítő medence vizébe állnak, Szent Istentől rendelt cselekményben, elmondják az egész világnak, Jézus kereszthalála által meghaltam a bűnnek, és Jézus feltámadása által örök életem van. Azért van két bemerítési vasárnapunk egymás után, mivel 5-5 személy fog az első nap is, és a második nap is tanúságot tenni arról, amit Isten végzett az életében, és azért, hogy az imaházba elférjünk, mert sok vendégünk lesz, így gondoltuk, hogy két egymás utáni vasárnap lesz bemerítés. Imádkozzunk ezért az alkalomért, igyekezzünk részt venni a bizonyságtevők örömébe, és hívogassunk másokat is a látható ige hirdetésre. Természetes dolog, hogy a bemerítkezők sora nincs lezárva, akinek a szívében eldőlt, hogy Jézust szeretné követni, van lehetőség a hullámsírba merülni. Távolabb időpontjaink közül egyet szeretnék még utolsó hirdetésként megemlíteni. Április 6-án szombaton délután 4 órakor dr. Mészáros Kálmán testvér beiktatására kerül sor, aki a Kispesti Baptista gyülekezet lelkipásztoraként fog szolgálni. Kaptunk erre meghívót, akinek van lehetősége, kérem menjen el, hogy együtt örüljünk az örülőkkel. Záró énekünket fogjuk most énekelni, amely így kezdődik. Az Úrnak zengjen ének, fel égig ujjongó. 109. énekünk, minden versét fennállva énekelje a gyülekezet.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Pici türelmet szeretnék még kérni a kedves jelenlevőktől. A kis terembe információim szerint a 14 éven aluliakat meglátogatja egy valaki vagy valami. Kérjük, hogy mi hamarabb igyekezzenek oda kimenni. És nem csak a bizonyos állatközreműködésével kapnak valamit a gyermekek, hanem egyik kedves testvérnőnk készített személyre szabott kis ajándékot a gyermekeknek, azt is átvehetik a gyermekek, ne késlekedjenek a gyermekek a kisterembe menni.